Visszaáll, teljes egészében visszaáll a belváros rekonstrukciós munkálatok előtti forgalmi rend az Zrínyi utcában. A Zrínyi utca az Ady és a Batthyány utcák között ismét egyirányú lesz. A legfontosabb változás, hogy mint az a beruházás előtt is volt, a Csengeri utca lesz a védett útvonal. Vagyis a Zrínyi-Csengeri kereszteződésben a Zrínyi utcában közlekedőknek kell elsőbséget adniuk azoknak, akik Miklósfa felül érkeznek. Horváth István projektmenedzser elmondta, az autósoknak fokozott figyelemmel kell autózniuk az érintett szakaszon, hisz jelentős forgalom növekedésre kell számítani, illetve hogy a Csengeri útról már nem szabad az Zrínyi utcára balra kanyarodni, hisz ott parkolóhelyeket alakítanak ki. Fontos megjegyezni azt, hogy a Zrínyi utca alsó szakaszában, illetve a Csengeri és a Batthyány utca között a parkolási rend is visszaáll, tehát az egyik oldalon úgy, ahogy korábban is lehet majd parkolni. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy a Csengeri utca főutca kihajtásnál is majd fokozottan figyeljenek arra, hogy ott egy megnövekedett forgalom lesz majd érzékelhető, illetve arra is felhívnám a figyelmet, hogy a balra kanyarodás a Csengeri utcára, az Zrínyi utcából innentől fogva már lehetővé válik.